Kedves barátaim, nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Engedjétek meg, hogy legelőször is a négy pontosokat köszöntsem, hiszen ti vagytok azok a bajnok csapat, akik a saját munkájukat komolyan veszik, akik saját magukat komolyan veszik, akik komolyan veszik a mentorvonalukat, és akik komolyan veszik a céljaikat. Tehát ezek a négy pontosok, ezek az emberek, akik ma itt vannak, akik ma itt vagytok, és ezen felül, és annak, hogy azzal együtt, hogy örülünk nektek nagyon, ezen felül kiemelten fogom köszönteni azt a két embert, akit ma fogunk hallani. Ugye tudjátok, hogy nekünk mindig van egy olyan kihívásunk, hogy az előző hónap legjobbja, az előző hónap non-menedzseri legjobbja választhatja ki a vendégelőadót, a vendégünket erre a négy pontos rendezvényre. És nagyon sokszor történt meg, hogy a Szolnoki Mónika volt a hónap legjobbja, és azt hiszem, hogy ennek egyeneságú következménye, hogy az elmúlt hónap végével immár sokszoros, azt hiszem hétszeres, Bólogas Mónika, hogyha nem, vagy ha igen, de igen. Tehát sokszoros, hétszeres Eagle Manager lett a Szolnoki Mónika, akinek fantasztikus eredményei vannak, és mint ahogy mondtam, most is ő érdemelte ki a rendezvényen, ennek a rendezvénynek a házigazdaságát, és ő a Varga Robi barátunkat hívta meg. Robiról azt érdemes tudni, hogy az a gyémán zafír, aki a legfényesebb égkövek egyike a Forever egén. Egy olyan srác, akit én nagyon-nagyon régóta ismerek, és mindig csak távolról tisztelettel néztem. Itt a szomszéd faluban ismerkedtünk meg, mert ő is szabolcsi, Nyírcsászáriból van, én is szabolcsi, Tiszalökről vagyok, úgyhogy ennek következtében Hawaii-n ismerkedtünk meg, mint ahogy ez volt a közös meccéspont a szabolcsi paraszt gyerekeknek, a parasztot az csak magamra értem természetesen, és azóta, most már ez 20 éve tart közöttünk az a barátság, ami azt gondolom, hogy kölcsönös tiszteleten és kölcsönös megbecsülésen alapszik. A Robira van is miért felnézni, hiszen újra mondom, a Forever egén egy nagyon-nagyon fényes gyémán zafír üzletet épített fel. Ő az, aki megtanította velem azt, hogy ebben az üzletben az egyik legnagyobb érték, hogy az ember, ha megcsinál valamit, akkor azt saját szándéka szerint bármikor képes megcsinálni, és ennek eredményeképpen viszont bármit kezdhet az életével és az idejével. Ő az, aki volt olyan év, hogy 11 hónapot az Amerikai Egyesült Államok összes nemzeti parkjának a bejárásával töltött, és ő az a fickó, akitől én ezt a videókazettát annak idején, ahol ezeket a nemzeti parkokat meg lehetett nézni, megkaptam ezt a videókazettát, és sosem fogom elfelejteni azt az előadást, amikor a Robi arról beszélt, hogy napi harcszámjegyű a jövedelmem, és ugyan ezen már hál' Istennek ő is, mi is régen túlléptünk, de akkor ez nekem egy olyan szintű sok volt, ami engem túllendített minden problémán. Tehát Robi, az, hogy mi elértük a gyémán szintet, az nagyban köszönhető neked is, úgyhogy engedd meg, hogy megköszönjem, és engedd meg, hogy átadjam a szót Szolnoki Mónika háziasszonynak. Sziasztok, én is szeretettel köszöntöm a négy pontosokat, szívből gratulálok nektek, hiszen ti vagytok a legjobbak hónapról hónapra. Van, aki hosszú ideje, már van, aki elsőként, de mindenképp ti vagytok a példák, ti vagytok a követendő példák a nagy-nagy gyémán csapat számára is. Köszönöm a lehetőséget, óriási megtiszteltetés, és az is, hogy a Robival beszélgethetek, hiszen elmondhatom azt, hogy én azért 17 éve ismerem a Robit, és hát nagyon sok mindent láttam az életéből, nagyon sok mindent láttam a szerepléseiből, és tényleg akkora példa vagy, Robi, én imádtam a te profin sorozatban a CD-idet, az álmokról, a célokról, soha senkit nem hallottam úgy beszélni. A csak egy hari, azt örökre megjegyeztem, csak egy hari, ugye? Ez a csak egy harapást jelent, aki esetleg nem hallotta ezeket a régi anyagokat. Én javaslom, hogy kutassátok, felszerezzétek meg a szponzoraitoktól, felsővonalatoktól, mert kincset érnek. És azt a pillanatot sem felejtem el, amikor Robi, ott ültél az első sorban, én pedig előadó voltam egy sikernapon, és én tényleg azt hittem, hogy ott akkor mentem meghalok.
Tehát amikor az ember ott áll a színpadon, és ott ül mindenki, aki a példaképe, akitől valaha tanult valamit, és meg kellene szólalni, hát még most is érzem, hogy a szívem az így majdnem kiugrik, pedig már nagyon-nagyon rég volt. Úgyhogy rengeteg emlék, rengeteg tanulás, rengeteg példa van előttem, és mind-mind csodálatos érzés, amikor a rendezvényekre együtt jártunk, és én tudtam a csapatomat vinni, és tanítottál minket akkor is, úgyhogy tényleg óriási megtiszteltetés, nagyon hálás vagyok. Én mondhatom egy kis túlzással talán, hogy barátomként tisztelhetlek, tehát nem csak példaképemként, hanem egy kicsit barátomként is, hiszen 17 év, az nagyon-nagyon sok idő. Beszélgettünk tegnap egy rövidet, beszélgettünk, ma is szuper tippeket adtál, és én nagyon szívesen hallom mindig a te történetedet, mert nagyon tudok vele azonosulni, én is egy nagyon egyszerű családból származom, és mint itt sokan, akik meg nem azoknak, meg van ilyen ismerősük, és Robi, tudom, hogy ma van az édesanyádnak a születésnapja, és engedd meg, hogy itt köszöntsük őt, és nagyon-nagyon sok boldog születésnapot kívánjunk édesanyádnak, és nagyon-nagyon jó egészséget, és add át neki azt az üzenetet, hogy hát nagyon büszke lehet a fiára, mert nagyon sok mindenkinek a példaképe, és nagyon sok mindenkit tanít. És hát akkor mesélj nekünk erről, hogy honnan is indultál, hogy volt ez annak idején, meg mikor is volt ez már, én így nem emlékszem így pontosan a számukra. Nagyon kedves vagy, köszönöm szépen, Mónika, és köszönöm szépen a megtisztelő szavakat, és Istvántól is köszönöm szépen ezt a fajta szerénységet, alázatot, tiszteletet, amit irántam éreztek. Hát valami elképesztő. Mielőtt rátérnék erre, hagyd mondjam, István, milyen alázattal épít az üzletet. Kicsit spirónkodva szégyenkeztem, amikor legelőször pár hét ezelőtt Mónika mondta, hogy csütörtök este van ez a meeting, ugye nekem is mindig csütörtök este van ez a meeting, és így nekem mi hajnal 2 volt akkor Balin, és egyáltalán, mondom, utána úgy fogtam fejlődni, egyáltalán fölhoztam ezt, hogy hajnal, és kit érdekel, hogy hajnal 2, utána szívtam vissza, persze bármikor élő, meg bármikor hadrafogható vagyok, de hogy lehetek ilyen putuska, hogy ilyet mondok, Halmi Pisti, éjjel-nappal hadrafogható, én, az egy példaképem egyébként Halmi Pisti, és a Rita, és ilyet mondok, de már sajnos, már nem, már Szolnik Monika mondta, hogy nem, időátállás, stb. Más, ugye most próbálom egy kicsit menteni a Renault-jónémat. Igen, anyunak a ma születésnap, itt vagyok, itt turnéztam, Kelet-Magyarországon, most valahol román határ mellett pár kilométerre létaértesen vagyok egy lakásba. Innen megyek majd tovább, mert még 11 órakor Pécsen lesz majd egy másik találkozom, ott való Budapest mellett. Tegnap 4 vagy 5 üzleti találkozom volt, egy Debrecenben még este volt egy, aztán Máté Szalkány Nyíregyházán turnéztam, úgyhogy ilyen munkás volt ez a 2 nap, de nagyon-nagyon élvezem, úgyhogy Mónika, számíthatok rám éjjel-nappal a következő 50 évben. Istvánról meg annyit, ahogy ő elmondta, hogy elkezdtük egy visszapörgetni, hogy miért ismerjük egymást, nagyjából 31 éve van ő is ebbe a vállalkozásba, ebbe a szakmába, ebbe a hálózati marketingbe, és nemrég tudtam meg, talán tavaly, hogy egy helyen voltunk katonák, Szent Király Szabadján, és talán még egy időben is, valami elképesztő. Hát, rengeteg közös pontunk van. Az, ahogy beszélgetnünk ott valahol repülőgépen, nem tudom, István erre emlékszik, már ott váltottunk egy kis pár mondatot, amikor Los Angeles, 1995-ről beszélek, ami egy másik vállalkozásban voltunk, Los Angeles és Honolulu között váltottunk pár mondatot, és nekem nagyon tetszett, hogy az a fajta, az az attitűd az élethez, az üzlethez, az a hozzáállás, és azok az alapvető erkölcsi és etikai normák rendkívül közel állnak hozzám. Tehát már ott összebarátkoztunk. Persze aztán tettünk néhány gyógykört az életbe, de lásd csodát, egy üzletben vagyunk, egy vállalkozásban vagyunk, hanem is egy csoportban, de hát láthatod, hihetetlen, hogy konkurensek így beszélnek egymások, konkurensek. Nyilván barátok vagyunk, és gyakran azt mondjuk a szót, hogy testvérvonalak, és hát össze vagyunk nőve, össze vagyunk kovácsolva ebben a vállalkozásban. Szóval ez több, mint üzlet. Már régóta több, mint üzlet. Már a 600 jövedelem előtt óta több, mint üzlet. Ez egy szabadságharc, egy küzdelem. Egy vér nélküli, csöndes szabadságharc.
És hogy hogyan indultam, nem volt mindig így. Én a pénz miatt kezdtem el az üzletet. Engem ez hozott be ebbe a vállalkozásba, és az vesse rám az első követ, aki a történetem, mit tudtam, ott most már elég sokszor elmondtam, de az kedves vendégek is, akik újak még azok kedvéért, hogy azért negyed évszázaddal ezelőtt volt egy 13 millió törzséke, 10 millió, tehát 23 millió forint tartozás és 500 ezer forint volt a havi kamat. Nekem akkor ez nagy pénz volt. talán még most is nagy pénz. És valahogy ez volt az az ok, amiért engem bepohozott ebbe az üzletbe. Szeretném nektek elmondani, gyakran megkeresünk embereket ezzel a vállalkozással, és feneke kilóg a gatyából, túrja fúrja az orrát, és egy nyammog, mint a boxer az izivel, ahogy Halmi Pisti mondaná. És így nem tudom, nekem nem tetszik, csezd meg, nem egy ruhapróba legszívesebb, mert ezt mondaná meg, hogy tetszik vagy nem tetszik, az életedről van szó, de nem nyilvánvaló. Ez elsőre nem nyilvánvaló. Nekünk, akik hálózatot építünk, türelmesnek kell lenni, és látjátok, minden adott cég, termék, háttér, struktúra, mind technológia, minden adott. Itt igazából egyetlen egy kérdőjel van, ha ez egyáltalán kérdőjel, nyilván nektek nem gratulálok egyáltalán tényleg, hogy minősültetek, és köszönöm szépen Istvánnak, hogy megkaptam a linket, és a csoportomat egy kicsit be tudtam gazsulálni ebbe a találkozóba. Köszönöm szépen még egyszer. Tehát nem nyilvánvaló ez, hogy most egyből így, ugye kérdője, nem vagy nem kérdője. Persze, most már döntöttetek, nem kérdője. Nekem az volt. Úgyhogy ez a tetemes tartozás, meg az, hogy a 6. kerület Déli Báv utca 18/B 3. emelet, ott egy 6 négyzetméteres szobabérletben laktam. Gyakran mondják, hogy ez PR szöveg, még jó hangzik most már. Nem PR, ez egy valóság volt természetesen. És hogy utcai telefonfülkéből indultam, 98. januárját írunk, tehát most már ez tényleg szifinek tűnik. Meg az, hogy éheztem, meg eladtam a meleg ruháimat, hiszen Floridába készültem, és volt 6-8-10 pólom, azt vettem magamra, amikor beálltam az utcai telefonfülkébe, meg egy bélet farmer jacky. Úgyhogy ez nem PR, így indult. Ez volt az a bizonyos motiváció, amikor azt mondják, hogy -100-ra indul valaki, és amikor megláttam az alagút végén a fényt, amikor megláttam, hogy tényleg nekem erre van lehetőségem, és van esélyem, figyelj, én nem kezeltem kifogást. Én nem variáltam, én nem nyom. Én nagyon empatikus voltam. Tehát, hogyha valaki föltett 2-3 gyenge kérdést, oké, rend, itt a névkártya, mi híván vissza majd, hogyha megváltozik a vélemény, és mentem tovább, nem letoltam, visszamegyek majd pár hónap múlva, ha még mindig aktuális, vagy mindig megvan, és akkor majd megyek, de én keresek azokat, akik most készek. Úgyhogy valami ilyesmi volt a hozzáállás. És még egyszer mondom, nekem nem volt nyilvánvaló ez az üzlet. Most persze egy bigott, fanatikus foreveresnek tartanak sokan, joggal, de 2 hónapig el tudod képzelni? Azt, amit elmondtam, milyen életkörülmények között éltem, de 2 hónapig gondolkodtam, variáltam, töszörögtem, túl szép, hogy igaz legyen, nem létezik, nem jár. Tehát ez mind egybe játszolott le bennem, hogy egyáltalán mit kezdjek ezzel a lehetőséggel. És természetesen én voltam a kérdőjel. Tehát már láttam referenciákat, láttam embereket, akik pénzt keresnek. Láttam olyan embereket, akiket én magasabbra tettem, magasabbra kvalifikáltabban tartottam, mint én, és láttam embereket, azt mondom, az IQ a bokáig még nem ér föl. Ugye első Varga Robert, aki fenekek írók gatyából éhezik, de azért volt egy ilyen. De azt láttam, hogy olyan emberek sikeresek ebben az üzletben, akik esetleg nem olyan képzettek, mint én. És ezek együtt a rendezvények hatása, és hogy mikor érje az ember a gyulladási hőmérsékletet, a forrás vagy a robbanáspontot, nehéz elmondani, de nekem a legmásolhatóbb üzletépítési eszköznek mai napig azt tartom, hogy a rendezvényeket használni. Arra nulla napos marketinges, vagy nulla napos foreveres el tud hívni a rendezvényekre embereket, és én ott születtem, és azt gondolom, hogy jó néhányan elmondhatjuk, hogy ott hoztuk meg a döntést, valahol valamilyen rendezvényen, és nem feltétlenül azon, ami zseniális, ugye nézzük egymást képernyő, több száz kilométerre vagyunk egymástól, ez nagyon üzletépítési eszköz, de a rendezvények használata szinte elengedhetetlen. Tehát nagyjából így indult az üzlet, onnantól kezdve, hogy embereket, és az eszközöket használtam, ugye most mondtam, beálltam az utcai telefonfülkékbe, és marketingtér bemutatókat tartottam. Helyett
a fenéket. Nem értettem semmihez. Aloe vera, fitonutrient, ki sem tudtam rendesen mondani. Forever in products. Tehát valami, nem, de egyszerűen nem. Tehát ezekhez nem. De viszont megértettem, hogy ha elhívom őket egy nyílt termék és marketingter bemutatón, amely minden nap volt a cég központjában, mint hogy minden nap is lehet, sőt óránként lehet itt online felületen, és elhívtam oda embereket, és úgy okoskodtam, egyszerűen józan paraszt logikával. Kettő dolog mindenképpen vizsgázik. Egy, az illető mennyire kész erre az üzletre. Kettő, én mennyire vagyok rá hatással. És aztán, amikor eljöttek az emberek, akkor én ott pihentem ki magamat, miközben tartották a termék és marketing terv bemutatót, és a végén megint ott volt a munka, ki az, akit érdekelt, ki az, aki nem. És nagyjából így épült nagyon gyorsan. Tehát én főállású meghívó voltam, mert rájöttem, hogy tartok naponta 10 termék és marketing terv bemutatót, még ezt mondom, nem értettem hozzá. Tehát én igazgatói szintig nem tartottam önállóan termék és marketing terv bemutatót. Talán egyet igazgató helyettesi szinten jött a szponzorom, felső vonalam, ott körbefogtuk, bekerítettük valakit, beszorítottuk a saját lakásában, ott a sarokba, és ott jó, megmarketingeztettük. Lehet, hogy túlélte, nem vagyok benne biztos. Mindenesetre ennyi volt, én csináltak nekem egy ilyen minta valamit, de én a rendezvényekkel építettem az üzletet. Ugye, így lett egy viszonylag rövidebb idő alatt eredmény menedzseri szintemben a vállalkozásban. Tehát így indultam. Szponzor felső vonal használata mai nap is aktuális, minden változik, és minden marad a régiben. Rendezvények használata, és természetesen legyen egy okod, célod, álmod, és mindegy, hogy rémálom, vagy valami, amit szeretnél elérni, egy ideális álom, de legyen valami olyan dolog, amitől rotyog benned a cucc, amire azt mondod, hogy amikor egy kicsit kizökkensz a kényem, amikor azt mondod, hogy hát nem tudom, megpróbálom, stb., akkor pörgesd előre az életed kerekét egy 5-10 évvel, és nézd meg, ha esetleg nem ijedtél volna meg eddig, de nézd meg, hogyha nem változtatsz az életeden, akkor 5-10 év múlva mi lesz az életeddel? És gyakran mondják, hogy jár nekem, kell egy biztos, csinálom az üzletet, kell egy biztos állás, és annak a fedezékéből majd fölépítem. De nézd meg, melyik állás biztos manapság. Lehet, hogy nem is tud róla szerencsétlen, holnap megy a munkahelyre, és ma este már szerződéseket írnak, ami eladták a céget holnapra. Rengeteg ilyen szituáció van. Kedves barátom Szabó Józsi, őrnagy, Covid-en minisztérium, tehát stabil pont. Oké, de ott valami nem volt stabil. Posztja stabil. Ment be, ismeritek Szabó Józsit, a felesége Szabóné dr. Szántó Renáta. És pár héttel ezelőtt megy be a Honvédelmi Minisztérium, stb., és ott várják, hogy sajnos megszűnik a státusza, vagy az állása, vagy mint ő maga, és ennyi. Tehát hihetetlen, nem is gondol az ember, hogy mi az, ami biztos, mi az, ami nem. De a legstabilabb pont az életemben, a legstabilabb pont, és most az elmúlt egész életemre gondolok, a legstabilabb a Forever üzlet volt. Emberek jöttek, mentek az életben. Még a szűk intim szférámban is. Emberek jöttek, mert a legstabilabb pont, iskola is, meg főiskola, egyetem, stb. A legstabilabb pont a Forever üzlet volt az életemben. És amikor azt mondom, hogy mi az, ami, miért van létjogosultságunk, azért, mert én full egyszerűen kommunikálom az egész üzletet. Két alapvető termékünk van, egészségesebb élet lehetősége, hiszen egészségesebben táplálkoznak az emberek, akkor egészségesen élnek. A másik pedig a anyagi biztonság, vagy a több pénz. És a marketinget meg, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, azt szoktam mondani, figyelj öregem, jó, könnyű neked, te már benne vagy, mióta csinálod? 1945, igen, régóta, oké, rendben van. Hát könnyű neked. Mondom, figyelj, én téged be akarlak hozni az üzletbe. Ez neked most jó hír, hogy régóta csinálom, vagy rossz hír? Tehát én azt gondolom, hogy nem okoskodni kéne, mutasd meg. És én úgy szoktam mondani, tudod, milyen egyszerű ez az egész üzlet? Itt van, látod, itt van a marketing tábla, amikor te 18%-os menedzseri szintet érted el, akkor én a cég, nem a te pénzedből veszik el, a cég nekem ad 6% royalty vagy jogdíjszerű jövedelmet. Összefoglalom. Amikor a zsebedbe teszem a 18-at, akkor a cégtől kapok 6-ot. Elég korrekt ajánlat. Zsebedbe teszek 18-at, cégtől kapok 6-ot. Ne hagyd, tehát miért? Ne vitatkozz, hagyd magad, mert a zsebedben akarok tenni 18-at, hogy meg tudjam kapni a 6-ot. Ennyire full egyszer az egész marketing. Úgyhogy nem kell okoskodni, egyszerűen nem veled kísérletezünk, nem az emberekkel, nem a jelöltekkel kísérletezünk, pontosan tudjuk, hogy működik,
És a Halmi Pisi szokta mondani, ezt viszont elmondhatom, hogyha én újraindulhatnék az üzletbe, vagy most csatlakoznék, vagy most indulnék az üzletbe, akkor először is nyilván vakon megbíznék szponzor felső vonalban, de benne van Halmi Pisti abban a háromban, akihez én csatlakoznék, itt az egész világot figyelembe véve, itt ebben a vállalkozásban. És ez nektek nagyon jó hír. Tapasztalata van. Nem a múltjából él, nem a múltjából beszél. Láttál már olyan edzőt, akinek hatalmas nagy tévénéző izma van, és akkor mondja, mit kell csinálni. De ő aktuál, majd figyelj, bemutatókat tart, embereket szponzorál, stb. És sikeres. Sikeres. Tehát tudja, hogy miről beszél. Hiteles, mert sikeres. Hú, nagyon elmentem, Mónika, bocsánat. Hát megnyomod a marketing gombot nálam, és akkor tolod és vilt. Tehát nagyjából így indultam, ezek voltak azok az okok, ami engem segített ebben az üzletben, és természetesen, most azt hitte kis Csacsi Mónika, hogy visszaadom a szót, tehát hogy amikor kifizettem azt a bizonyos tartozást, akkor utána újabb és újabb célokat, motivációt kellett keresni, de ez egy másik téma. Robi, reggelig hallgatnálak, tehát én el is felejtettem, hogy még itt nekem szerepem van, csak itt közben itt futott a szalag, hogy tényleg, hát a Halminé Mikola Rita és a Halmi István is ígül menedzserek. Tehát csak, hogy így nem a múltjából él, tehát hogy ugyanúgy teljesítik, ugye tudjuk, hogy azért gyémánt szinten nem olyan egyszerű ezt teljesíteni, semmilyen szinten nyilván, de gyémánt szinten különösen, úgyhogy szívből gratulálunk István, és ez kattogott a fejemben, hogy ezt el ne felejtsem kiemelni, mert ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, így ha már ez szóba jött. Robi, említetted a rendezvényeket, tényleg egyetértek, és a rendezvény a legfontosabb, meg amúgy a legjobb dolog is az üzletben, legalábbis nekem, mert én imádom a rendezvényeket, soha egyetlen egyet nem hagytam ki, sikernapot sem, soha, sőt volt olyan, hogy két sikernapon is voltam, meg külföldön is voltam, és akkor tehát, hogy ne hagyjátok ki, mert szuper jó buli lesz a mostani is. És azon kívül, hogy mondjuk használd a rendezvényeket, meg mondod az infót az embereknek, ugye egyre nagyobb teret kap a belső, tehát az emberi értékek. Te hogy látod, hogy ha beszélhetünk ilyenről, hogy átütő siker egyáltalán, milyen emberré kell válni, milyen emberré kellett válnod? Hogy látod ezt a saját magad tükrében? Elég komplex ez a dolog, mert gyakran ugye titkokat keresünk ebben a vállalkozásban, és ugye a titok az te magad vagy, hogy belül mi van. Én azt kell, hogy mondjam, hogy bárki fel tudja építeni ezt az üzletet. Mert az az ember tudja felépíteni az üzletet, figyelj, az ember tudja felépíteni az üzletet, hogy akarja. De olyan emberé kell válni, figyelj, ha te nem vagy olyan, nem tudom milyen az olyan, de ha nem tudom, de be tudsz hozni olyan embereket, akik olyanok. Oké? Tehát nem baj, ha te nem érzed magad tökéletesnek. Nem baj, ha te azt gondolod, hogy kőbaltás vagy még mindig, és te az old school, a régi technológia, ezek az nyomógombok, meg online, meg ilyenek, de be tudsz hozni olyan embereket, akik olyanok, akik otthon vannak az új technológiában. Ezért mondom, bárki föl tudja építeni az üzletet, de mégis valami személyiség, kitartás mindenképpen. Kitartás. De nem úgy, hogy valaki kitart egy munkahelyen 40 évig, aztán rájön arra, hogy rossz helyre támasztotta a létrát. Nem erre a kitartásra gondolok. Hanem régen ezt úgy fogalmazták meg, hogy olyan emberé kell válni, aki tanítható és tanít. Tehát hallottad, miről beszéltem, ott van Halmi István, óriási vállalkozás, óriási siker, minden területen nyilván nem csak anyagi értelemben, járja a világot szabad ember Ritával együtt, tényleg nagyon jó példa mindenkinek, és itt van. Tehát tanítható és tanít. És nyilvánvalóan most nem azt számolja ma este, hogy most hány ezer forinttal lesz magasabb, vagy több a bónuszom ettől a rendezvénytől, hanem ez neki most már ez egy misszió, jó embereknek segíteni, stb. De mégis egy kicsit konkrétan, milyen emberé kell válni, milyen személyiségé kell válni, tehát kell, hogy valami vízióval legyen. Ugye a Szabó Józsi mondta, hogy csak pénzért nem lehet felépíteni ezt az üzletet. Csak pénzért. Tehát egy darab ilyen pénzért kezdtem el, másfél évig dolgoztam a pénzért. És olyan jó ezt, hogy így másfél évig dolgoztam a pénzért. 98. januártól 99. nyaráig. Akkor még nem fizettem ki a tartozást, 99. végére fizettem ki, de már látom, hogy ez már rendületből is rendben. És olyan jó volt
olyan jobb volt utána más értékeket is megkeresni. Persze a nyaralás, utazás, ez volt a második cél a tartozás után, de utána egy olyan jó érzés, és tudom, egy kicsit ilyen nyálas, meg ilyen az egész, de olyan jó, de igaz, én ezt vállalom, hogy jól segíteni embereknek, egyszerűen kipróbálni. Addig, hogy nem érdekel, nem köszöni meg. Elég, ha tudom, hogy én hozzátettem az életéhez valamit. És gyakran beszélünk itt a karbonlábnyomról. Tudod, hogy ha megeszel egy tál lencsét, annak mennyi a karbonlábnyom. Hogy mennyire szennyezi a környezetet, míg te azt a csirkét megcsinálták, meg megsütötték, és azt megetted. És akkor legyél bűntudatos, mert most mekkora karbonlábnyomot hagytál ezzel magad. Figyelj, és mekkora lábnyomot hagyunk magunk után. Azzal, hogy emberek életéhez hozzáteszünk. Hogy a társadalomnak egy olyan eleme vagyunk, akik másokat segítenek, és ez nem mérhető pontértékben. Amikor megtartod Halmi-Pist egy előadást, én konkrétan tudok ilyen embert, aki az egyik előadásának a hatására, István, ezt még nem tudod, de be fogom neked mutatni. Ott könnyezett, ott sír egy fiatal személy, egy fiatal hölgy, ott sír könnyezett az első sorban, és azóta is, figyelj, kívülről tudja az előadását Halmi Pistinek. István, kívülről tudja, be fogom neked mutatni, mert veled motiválom. Nem ám úgy csak úgy megkapja Halmi Pistit. Először valamit neked, hát így. Mert tudom, hogy neki ez mennyire fontos. Most például egy majd Istvánnékkel ki kell gazsulálnom egy vacsorát, de ehhez neki meg kell csinálni egy nagyon komoly, nem 4 pont, meg supervisor, minimum menedzseri szintet. És akkor azt a vacsorát, amit én fogok fizetni, majd akkor így. Tehát mekkora hatásunk van a társadalomra. Érted? Na ez mennyi pénz, meg mennyi pontérték. Amikor valaki megtart egy előadást, az előző példán marad a Halmi Pistit, egy ember élete megváltozik. Nem egy, sok száz, de egyre mondom, konkrétan tudom, itt van tőlem egyébként 10 méterre, egy másik fal másik oldalán, vagy 5 méterre. És az egész élete, és ő hogyan fogja leélni a következő 50-60 évét, és majd ő hány ennek az előadásnak, amit István tartott, ennek a hatására, hogyan fog beszélni majd emberek százaihoz, ezreihez, hogyan fogja nevelni majd a családját, a környezetét. Azért, mert Halmi István megtartott egy előadást, és mutatott egy példát, hogy kezel a feleségét, hogy kezel a gyerekeit, milyen értékrendjei vannak, nem arról beszélt, hogy most hogy számolja 20 000-eseket, nem erről beszélt, az értékekről beszélt, az ember értékekről. A pénz az egy következmény, oké? Okay? Mint ahogy a pontérték egy következmény. A pontértéket megelőzi valami. Életjelek, vízió, cél, etika, becsület, tisztesség, stb. Ideiglenesen lehet, de tartósan csak akkor, ha ezek megvannak. Jó? És de ezért mondom... Ilyen voltál régen is az üzlet előtt, vagy menet közben vetted fel ezeket az értékeket, tulajdonságokat? Ha még visszatudtam Igen, így most kotrok az emlékem. Emlékszem, hogy Nyírcsászáriban, amikor a dohányt kocsoltuk, hogy az emberi értékekről dehogy is. A legtöbbet kaptam egyébként a szüleimtől. Nem pénzt, nem azt a fajta munkamorát, amit én megtanultam a TS-ben, a kapáló ember asszonyok meg az emberek között. Azt az értéket, azt nem csak a munkamorát, a kitartást, a céltudatosságot, a nem adjuk föl, meg egy csomó minden mást. Na most ez lehet egy jó alap az élethez, de az üzlethez több kell. Kell egy kis empátia. Itt, hogyha valaki, miért leszel empatikus ebben a vállalkozásban? Miért leszel megértő? Azért pont most nemrég mondtam valakinek, mert nekünk baromira van választási lehetőségünk. Ezért legyél megértő, türelmes, rendben van, ne hagyd magad könnyen, jó? Mert lehet, hogy megmented saját magától. De neked van választási lehetőséged, ez adjon neked tartást. Például valaki, aki nemrég indul majd az üzletbe, írt egy névlistát, közel 300 fő. Behozott, még nem hozott be, csak van 2 jelöltje, akivel már szintén írtunk névlistát, körülbelül 300 fő durván az is. Ez már 900 fő. Tehát találtam valakit, és már 900 fővel nőtt nekem az én vállalkozásomnak a lehetősége. Most az, hogy front vagy mélység, nem mindegy az. Tehát 900 ember. Tehát visszatérve akkor itt a személyiségre, meg erre az egész karbonlábnyomra, meg társadalomra, hogy nekem
ezért is, és Istvánnak is, ezért is jelent többet, mint az üzlet, mint pénz. Jó dolog, élünk mindig fontos lesz, mert iskola, tanulás, nem várt szituációk, néha negatív helyzetek kezelésére is, a pénz egy nagyon jó energia. Erre, semmi több. Ha valaki csak a pénzben gondolkodik, akkor barátom, mondd egy jó hírt, vagy rossz hír akar, hamar jó fogsz lakni. Ebben az üzletben, ha megtörténik, hogy eléred a gyulladási hőmérsékletet, és ott bekattam valami, és összerakod magadat, mert csak magadat kell összeraknod, az alavera termékek, magad koncepció, hogy jut el ide a termék, a dél-texasi kikötőkből, stb. Ez mind össze van rakva. Tehát ha te magadat összerakod, magadat megfejted, figyelj, ilyen gyorsan jön. Juss csak az eszedbe, egyszer mondtam valamit, és majdnem megsérült valaki, hogy te gombos villával fogod forgatni a 20 ezereket, hogy benne penészedjen. Tehát juss csak az eszedbe, hihetetlen módon, nekem ez volt az egyik problémám. Gyorsabban nőtt az üzlet, mint én. És egyszer annyi, nem tudom, remélem nem fogok megbántani senkit, hogy néha kesztyűtartót a Péter Gábor barátom ült a jobb elsőre, és én nyitott kesztyűtartót, és ilyen köteget tízezesek borultak ki. Azt mondom, az meg, az itt volt a kesztyűtartóban. Ú, basszus, el is felejtkeztem róla. Nem az eszemet játszom. Aztán lenyúlt ide maga alá, az ülés alá, és valami tepsi volt, akkor egy S80-as Volvo volt. Én valamilyen tepsi valami volt, ami irattartó. Kihúzta, és ott volt, aki szintén betéve olyan tízezesek. Na, a pénzügyi intelligencia, érted? Látod? Aki kis kopasz szabolcsi parasz gyerek. És a kihúzta, azt mondja, és azóta volt automosóba, és külső, belső, meg nem tudom, micsoda, és így elfelejtkeztem róla. Hihetetlen. Jó, tehát ezt jósolom neked, jussok az eszedbe. Ha elérted ezt a bizonyos hőmérsékletet, ezt a forráspontot, és beindul az üzleted, ha nem is egy-két-három hónap alatt, de nagyon-nagyon gyorsan, sokkal több pénz jön, mint amire te valahogy is fel tudtál készülni. Úgyhogy már most készülj föl, hogyan? Itt fejben. Hogy mi lesz majd a pénzen túl. Nem tudom, mi volt az eredeti kérdés, de ezek is. Robi, amúgy soha nem volt olyan helyzet az életedben, hogy abba akartad hagyni, fel akartad adni, mert jött valami nehézség, valami kiábrándulás, megbántottak, nem tudom, bármi, és így eldöntötted, hogy na most aztán vége, én feladom az álmaimat, és ennyi volt. Nagyon jó kérdés. Többször volt olyan, amikor irányhiányban szenvedtem. Ilyen. De az, hogy én megszakítom a kapcsolatot a forever üzlettel, eleve jogdíszrévedelmek vannak, tehát maga az üzletépítést aktívan építeni, hát figyelj, nem azért kezdtem el az üzletet, hogy én életem végig, reggeltől estig csináljak valamit, hanem azért kezdtem, hogy az álmaimat megvalósítsam. Tehát amikor én Zafir szintig láttam egyébként, amikor én kifizettem a tartozást, és elértem, utána hajtottam utazást, és elértem a Zafir szintet, akkor 4 év után, akkor ez volt a legmagasabb szín, még Berkismik is akkor Zafir volt, és mondtam, hogy nekem az én személyiségem eddig tartott. Kerestem mindegy nagyon sok pénzt, és én abba hagytam a forever üzletet. De az alapmunkát hagytam abban, nem az, hogy nem járok rendezvényre, vagy most már nem iszom a gélt, vagy tehát nem így, hanem egyszerűen azt láttam, ugye jó lakta, hogy most ennyi, rengeteg pénz, tartozás, jöttek a sok millió, stb. És elkezdtem járni, utált István jártunk, ami 25-ször volt, ameddig az USA-ban, privát utak, ilyen utak, Hawaii-szigetek 4-szer, bejártuk közép, ami délben, hát Istvánék nagyon-nagyon jó példák. Szabad ember, jön a pénz, ők megutaznak, óriási. Tehát úgyis, ha most a szigorúan nézzük, akkor én abba hagytam, 9 hónapra én ott abba hagytam a forever üzletet. De és akkor mi adott újra motivációt? Tehát, hogy férfiként, hogy látod ezt? Van-e egyáltalán különbség férfi és nő között? Tehát most a női hálózatépítőre gondolok, nem feltétlenül a párokra, akinek mondjuk a párja építi az üzletet, hanem aki tényleg aktívan nőként. Van-e különbség a férfi és a női hálózatépítő között, illetve így férfiként, mi ad egy férfinak motivációt, amikor van egy ilyen időszaka, hogy így úgy dönt, hogy neki mondjuk itt a plafon és itt a korlát? Monika, először is ez ülethez kell ego. Nem a káros ego, én vagyok a világ esze, majdnem más mondtam. Én vagyok a világ esze, és nem befogadó. De az, hogy állj, lehet, hogy a fenekem kilóg a gatyából, de nekem több jár. Én ezt megérdemlem.
Nekem több jár. Jó, tehát kell egy ego. Most az, hogy férfi vagy nő, az előbb tettem egy utalásra, hogyha te nem vagy jó online-os, be tudsz hozni valakit a jó online-os. Hát te úgy érzed, hogy alacsony az önértékelésed, hozzá be olyan embert, akinek van megfelelő önértékelése. Hát hogyan? Hát rendezvényekre hívd el valahogy, és a rendezvény az majd valahogy majd segít meg a szponzor felsőnál. Hogy férfi vagy női, hát a csoportomban 60-70%-ban a kezdetekben nőkből állt a csoport. Most nem az, hogy én a nemiségemmel építettem az üzletet, nyilván szingli pasiként azért néha azért megrezdült a léc, de hogy a nagy különbség nem, hogy férfi vagy női, lehet, hogy értem, mire gondolsz. Talán azért, mert a nőktől a pasi kevésbé fogadnak el pénzügyi, ugye ego, pénzügyi okosságot, nehogy már egy nő magyarázza meg. Lehet, hogy valahol genetikailag benne be van kódolva a pasiba az egói, hogy nehogy a nő mondja meg már, hogy mi a tuti, vagy én teremtés koronája, érted? Én pénzkereső, majd a nő meg fogja mondani, hogy hogy lehet pénzt keresni. Megint csak azt kell mondjam, használd az eszközöket. Szponzor felső vonal, rendezvények, ezeknek a kombinációi. Az, hogy nagy különbség lenne a sikeres emberek között, hát figyelj, ne nekem így, én elfogult ember vagyok, ráadásul férfi. Nézd meg az elismeréseket, oké? Nézd meg az újságban visszamenőleg, hogy kik azok, akik sikereket értek el, és akkor erre megkapod a választ, hogy férfi vagy nő. Mindegy, oké, mindegy. Valahol a közös nevező mindenkiben az, hogy nem volt megelégedve az életének valamik részével, vagy az életével, és szeretett volna ezen változtatni. Mellé megnézte, megvizsgálta a Forever üzletet, és megnézte, hogy ez az üzlet miben tud segíteni, és az neki kellett, vagy nem kellett. Jaj, mennyi a gél ára, meg nem számít. Telített, vagy nem telített, nem számít. Embereknek van pénze, nincs pénze, ez se számít, oké? Majd nem nőtt ki a harmadik szemem, pedig már legalább 2 korgét megittam. Nem ez a lényeg, oké? Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy akar-e valami változtat az életén, vagy nem. És nyilván most minél nyomósabb okai, érvei vannak, annál inkább erősebb lesz ebben az üzletben. Mert különben az első 1-2-3 nem elfújja, mint az őszi szél. Tehát, hát jó, kipróbálom. Robi, beszéltem mindenkivel, az összes 2 emberrel, akit ismerek, és mindenki nemet mondott, ez így gyenge, ez egy vállalkozás, ez egy üzlet, ha nem mondtam volna. Tehát nyilvánvalóan egy orvos, ahogy szoktam mondani, nem csak a rokonainak gyógyít, vagy praktizál, egy ügyvéd nem csak a barátainak csinál jogsegélyszolgálatot, hanem ez egy vállalkozás, mindenki, akinek szüksége van erre a szolgáltatásra. Egészség és anyagi biztonság. Ki az, akit megbüntetsz azzal, hogy nem szólsz neki, vagy nem írod fel a névlistára? Mindenkit, akiből meleg levegő jön ki? Mindenkit, oké? Okay? A döntésnek a súlyát, felelősségét tedd át az ő térfelére. Te végezz ezt az alapmunkát, mondd el neki az üzletet becsületesen, adjál neki eszközöket, ha te úgy érzed, hogy kevés vagy, szponzor felső vonal, néhány videóanyag, figyelj, konzervanyagok, ipari mennyiségben tudsz átküldeni, jó felépíteni az előadót és a témát, és át tudsz küldeni, nem kéretlenül nyilván, tehát átküldtül videóanyagot, és valami rendezvény. Én tudom, mit szoktam mondani, és visszatérek megint majd erre a férfi témára, csak látod, össze-vissza, hogy elkanyarodok, mert a marketing az így egybe van. Hogy azt szoktam mondani az embereknek, hogy de ez egy, gondolj bele, az előbb már ezt a húrt megpenítettem, hogy lelkesek vagyunk. Arról beszélünk, hogy ez jó üzlet. Kulizék 2-300 000 forintért. Erre te odajössz, te arrogáns. Elmondod neki, hogy amit csinál, az nem jó, sőt, van jobb is, és majd pont te fogod neki az észt osztani. Erre azt szoktam mondani, és ez nekem nagyon sokat segített, hogy valahogy én így indultam az első pillanattól kezdve. Láttam egy csomó ilyen habzószájú foreveres. Ez, figyelj, ezek csak jót fognak mondani. Azaz, jó, nyomozó voltam valamikor, mondom, ezek nem hiteles tanúk. Láttam néhány embert, aki így lehúzta a forever üzletet, meg általában az MLM üzletet. Vagy reggeltől estig gályáztak, vagy a fenekük kilógott nekik is, hogy a vakvezet világtalan, nekik is a fenek, az a nadrágból. Nyilván ők se hitelesek. Mondom, csezd meg, Robi, itt senkire nem érdemes hallgatni. Én csak magamra hallgatok. Elmegyek egy rendezvényre, és majd gyűjtök személyes benyomást. Említettem volt, 2 hónapon keresztül rendezvényekre jártam. Nézőlőttel, stb. És persze volt egy-két motiváció, elegszem is, meg ilyenek, amit szoktam mondani, szponzor mindig ugye ezt használta oknak érvként, hogy van valami forever izé, azt majd végig szenved, utána valami
meghívlak egy vacsorára, úgy éheztem, nekem ez volt a lényeg, előtte volt ilyen forever izé, beszéltek Oliveráról, örömködtek, de jött a végén a lényeg, a meleg szendvics, az Oktogonnál, a Burger King is, nekem az volt a lényeg. Persze, nem vagyok hülye, közben figyeltem, láttam, ott totyogtak kitaposott cipőbe idős nénik, bácsik, nyugdíjas, fölment a színpad, robogtatták a jobb kezüket, lejöttem, és pacekbe így bele, mennyit keres ebből az üzletből. És ez meg volt, aki megmutatta. Nem kellett volna megkérdeznem, 500 000 meg egy ilyen csekeket, ilyen számlákat, meg akkor ki kellett számlázni kézi számlázással, és akkor így, úristen. És aztán látszott rajta, hogy ilyen kis, tudod, mikor nekik is gyorsabban jön a siker, meg a pénz, mint hogy ők felnőttek, tudod, hogy megmaradt kis nyugdíjasnak, csak közben a bónusz az már az egekben. Tehát nekem ez nagyon-nagyon sokat segített. Férfi, nő, visszatérve erre, mindegy. Legyen álom, vágy, ok, cél, motiváció, ezt ületet bárki meg tudja csinálni, hiszen a névlistád, meg azoknak a névlistád, meg azoknak a kapcsolatrendszere. Nem szabad ezt így nemiségre lehúzni, mert vagy leegyszerűsíteni, mert itt egyedül, ami miatt emberek elkezdik, vagy nem kezdik el, hogy van rá okuk, vagy nincs rá okuk. És igazándiból ez segített nekem is, ugye a gyémánt, zafír szintet, amikor elértem, hogy mai nap is aktívan építem az üzletet, először is Halmi Pisti és Rita undorító. Hamarabb lettek gyémántok, mint én. Ezt nem. Ez egy jó verseny, nyilvánvaló, nagyon, nagyon motiválnak. Motiválnak a munkájukkal, a személyiségükkel, azzal az élettel, amit élnek, azzal a párkapcsolattal, amit Ritával együtt. Ez igen nagyon-nagyon motiváló, de kitűztem, hogy hamarabb leszek dupla gyémánt. Ha hamarabb lettek gyémántok, akkor arra leszek dupla gyémánt. És látod, milyen érdekes, kis butaságnak tartaná valaki, hogy most voltunk Balin, és ugye Istváni gyémántok, és a Covid alatt lettek gyémántok, és ez volt az első globál rally, ahol ők részt vettek. És a Forever üzlet bérelt nekik egy focipályát, akarom mondani, egy nagy lakosztályt, ami úgy nézett, mint egy focipálya, és borzasztó dolgot csinált István. Megmutatta, tehát live, Facebookon, itt vagyunk ez a lobby, elmondom, eddig ismerős lobby, stb. És akkor most megyünk be a lakosztályba. Puff, kint a Rita be, sziasztok, gyümölcstál ott a lakosztálynak a lobbyába, láttátok a filmet, gyümölcstál, jobbra a háló, ott a focipálya, akarom oda nappali, ott egy másik nappal, ott egy másik háló, stb. Ez a terasz, erkély, stb. És én benyitottam az én szobámba, és ott volt egy francia ágy. Jobbra néztem fal, balra néztem fal. Ott messze valahol ott volt egy minibár. Kinyitottam, és volt benne néhány ásvány, ez egy-két ízével el ilyen kis szotyi. Kinéztem a balkonra, hát nagyjából másfél-két négyzetméterre. Ez így nem oké, ez így nem oké. Lementem a recepcióra, elővettem a kártyámat, és mondom, kicsi a szó, hogy upgrade-elni, az egy nagyobb szobát szeretnék. 4 millió forint. Nem érdekel. És beköltöztem én is, figyelj, két hálószoba, egy nagy nappali, két rötyi, két fürdőszoba, és egy nagy balkon. És mit csináltam arra, Robi? Na de annyira nem áztatom magamat, fölvettem, és most jobbra fordulunk, balra fordulunk, és így kamerával közvetítettem, és elküldtem az a Halmi Pistinek. Ezt már nem mertem fölteni Facebookon. Szóval motiválnak engem, motiválnak, játékosan építik az üzletet, szeretettel, szívvel, könnyedén, erőfeszítés nélkül. Persze, van probléma az életükben, de kinek nincs. De ők sokkal, hogy mondjam neked, nagyon nehéz olyan vállalkozót látni ma Magyarországon, aki ilyen görs vagy erőfeszítés, és főleg aggodalom nélkül, ekkora vízió, amit ők csinálják ezt a vállalkozást. Úgyhogy engem ők nagyon motiválnak többek között. Az a társaság, amely itt a Forever üzlet kitermelt, az a krém, és nagyon büszke vagyok, hogy az új országigazgatók engem is méltónak találtak, hogy meghívjanak, mert péntek este is lesz ilyen üzleti vacsora, meg szombaton is lesz majd a sikernap, ebédszünetében, stb. És jó bekerül egy ilyen szűk körbe. Gyémán zafírként engem ez motivál. Még egyszer mondom, mindig fontos lesz a pénz, de az,
meg, az, figyelj, az lesz, az megjön, azzal nem nagyon kell görcsölnöd, inkább mindig az álmokat kell, a célokat, meg ezeket a belső motivációkat. És látod, nem a kitűző meg ilyenek, ilyen kis apróságok számítanak, hogy olyan emberek barátságát, tiszteletét élvezni, mint az István és a Rita, és olyan szűk körbe bekerülni, mint az országigazgatók is szerveznek és tartanak, és jó érzés ilyen elitbe belekerülni. És ezért gratulálok nektek is, hogy megcsináltátok ezeket a szükséges kihívásokat, hogy ilyen szűk körbe bekerüljetek, hiszen Istvánnak és Ritának sok ezer, több tízezer fős, százes nagyságrendű csoportja van, és ha megnézitek, figyelj, tietek a jövő, mert a jövő most kezdődik. Robi, ugye az utolsó kérdésemre is válaszoltál, hogy mi motiválhat mondjuk még ezen a szinten, hogy tovább menj. De most nem mondd már nekem, hogy tényleg csak ez, hogy most Istvánéknak mondjuk nagyobb az a gyümölcstál, tehát hogy most ez tök komoly, hogy ez, nem tudom, semmi ilyen, hogy egy új vas a garázsban, vagy nem tudom, még van olyan hegy, amit nem láttál a csúcsát, vagy nem tudom, ilyen pasis dolog, óra, nem tudom, hogy titeket mi az, ami... Nekem így tök mindegy, milyen szélvédőn nézek ki, ugyanaz a döcögős út van, de tudom, hogy férfiként azért egy csomó ilyen dolog van, ami így izgat titeket, tehát csak van valami még. Mónika, félek, hogy én terjesztettem el ezt a vasogarásba. 2009-ben Marriott Hotelben laktunk, London, gyönyörű hely, ott volt egy rally, akkor még Európa rally, és a Mikey behúzott szokás szerint valami 150 millió forint plusz áfa, ilyen nagy csekkeket, meg ilyeneket, és láttam, cibelte maga után, én kicsit így karcoltam alulról 41 millió plusz áfa, és akkor és megkérdeztem Mikey-t, na Mikey, ebből milyen vasat veszel? És Mikey megfordult, szúrósan rám nézett, akkor éreztem, hogy valami nagyon, ez nem volt vicces, és azt mondta, Robikám, ebből én álmot fogok venni. Na, akkor nem tudom, megvette a Ferrari-ját, vagy nem tudom, épp Lamborghini-t, vagy nem tudom, mit vett. És nemrég beszélgettem Mikey-val, ő soha nem fog ezt majd elmondani, nem titkos, hogy most egy lakást, hát nem tudom, hányan vannak, de egy 1500 négyzetméteres talán lakás, de csak egy szint 1500 négyzetméter, Mikey építkezik, és ilyen 1,2 milliárd forint a kereten felül, tehát ennyire emelkedett, kevesebb volt, aztán duplázódott, sőt, most jelenleg itt tart az építési költség, és nyilván mindig talál majd, és a probléma, hogy kijött az új Lamborghini. Jó, tehát mindenkinek van ilyen játszmája. Ha mondjak nektek valamit, fontos a megjelenés, és egy picit engem is nyom egy Lexus LS 430-as, és most már le kéne cserélni, jó, rendben van, 43 millió forint, 23 ér vettem, de aztán tartós asszom vélet, 43-at kellett kifizetnem, mire kaptam. 28 volt az eredeti ára, 5 milliót lealkottam, utolsó szériás volt. Emlékszem rá, talán Dallasban sokáig győzködött a Halmi Pist, hogy Mercedes vegyek, mert az igazi. Aztán már ő is egy kicsit elkurult ezen a területen, mert volt már neki mindene, meg utolsóan a Lexus-a van, vagy Audi-a. Úgyhogy persze, mindannyian változunk, ugye minden változik, és minden marad a régiben. Emellett jó autók, persze, ők is hetszeltek, rengeteg. Tehát én nem fogom soha egy autóért drotyogni bennem a cucc. Tehát vagy legyen egy új Ferrari. Szép, lesz majd egy begint, majd lecsérem, lesz egy új autó, de aztán 20 évig hagyjatok engem békén, ne frusztráljatok. Örülök, ha megtanultam, vettem egy ilyen iPhone, nem tudom, 14 Pro Max. Egy bajom, nem tudom kezelni. A régit olyan megszoktam, mert akkor sötétbe tudom nyomogatni, itt annyi mindent tud, hogy én, figyelj, telefonálni lehet vele, jó, akkor kérem. Tehát nekem valami ilyesmi volt, de hogy ez így, meg az úgy átteszem minden, úgy tanítgatnak munkatársak tényleg, mint a majmot, hogy melyik gombot, hogy kell nyomogatni, és mit kell csinálni. Figyelj, ezrelékét nem tudom még, amit a telefon tud. Egyre telefonálni tudok vele, GPS tudja, látod, most már tudom használni ezt a fényt is rajta, vagy mi ez itt, pár alapvető dolog, levél nehezéknek is kiváló, mert jó, nehéz, olyan, mint egy féltégla, ennyi. Tehát autóért, meg Ferrari, meg ilyenekért nem fogom építeni. Láttam 400 méter medence, penthouse, 360-as körpanoráma, 220 négyzetméteres volt terasz, meg figyelj, és nem, ott valami nem volt ott boldogság, meg egy más ilyen dolog, ezek szerint, ugye, a történések szerint. Tehát önmagában az, hogy mekkora a ház,
nem ez a boldogság. Mekkora az autó, láttam boldogtalan embert, ilyen autó, olyan autó, nem ez az autó. Az, hogy milyen öltönyem van, mennyi pénze van, nem ez. Folyamatosan, Mónika, nehéz ez tényleg, tudom, hogy nehéz elhinni, hogy J-Man gyűrű, vagy valami J-Man gyűrű, meg J-Man nyaklánc, meg J-Man. Ezek a materiális dolgok nem. Szabad embernek lenni, járna a világot, jöjjön a pénz minden hónapban, hiszen van egy életszín, van egy életminőség, és segítem az embereknek, meg mosolyt fakasztani, aj, ez a megint nagyon hülyeség, de tényleg azt látni, hogy amit csinálok, az jó, és ott hozzátettem emberek életéhez, ugye most is itt vagyok, hol is vagyok, lét a vértesen, és találni egy-két olyan embert, ott megtalálni, tudok kutakodni, és megtalálni van egy gyémántot, és azt mondja, egy csiszolatlan gyémánt, és amikor majd ott áll a színpadon, akkor azt érezni, hogy na, benne vagyok ebbe én is. Benne vagyok ebbe. Hihetetlen jó érzés. És hát persze, közben régi generáció az leáll, nagyon sok munkatársa van, aki én nem is értem, akkor indult, mint én, de hát most már így nem visszavonulnak, keres pénzt, ennyit, annyit, teljesen mindegy. De ezért tudom csak pénzért csinálni az üzletet, csak pénzért, nem nagyon lehet. Többről szól ez a vállalkozás. És figyeljetek, birkózzatok meg ezzel a gondolattal. Járjátok be a világot, legyen szép autótok, legyen biztonságos autó, pöszre indul télen, nyáron van benne légkondi, legyen szép otthonotok, oda mentek haza, legyen szép, megérdemlitek, bejártátok a világot, stb. De valami a földi küldetés, na megtalálnom, földi küldetés, valami többről kell, hogy szóljon. Szép autón van. Ma igen. És 5-10-20 év múlva már nem fog érdekel, már, sőt, pár hónap múlva már megszokom. Szép házam van, értem, meg fogod szokni. És tényleg nem puncsolok. Ilyen tenger, olyan tenger, rácsodálkozunk, meg szó de szép, meg minden, de a tenger mindenhol sós, a fehér romok vagy sár romok, mindegy, a szél belefúj, a szemedbe megy, nem jó, a pezsgő, meg ilyen szép pálmafák, szép, meg fogod szokni, hál' Istennek, erre mondtam azt, hogy gombos villával fogod forgatni a 20 000-eseket. Valami többről szól. Gondolj bele, mindenkinek a hite, hogy a hitvallása szerint megszülettünk, itt vagyunk, valami feladatunk kell, hogy legyen. És ez talán a végére pont jó lesz. Ez az én hitvallásom, tanultam, másoktól tanultam, semmi nem az én kútfejemből van. Minden, amit tanítottam, tanítok, vagy jövőben tanítani fogok, másoktól tanulok. Hogy egy ember igazi értékét, az mutatja meg, az igazi értékét, azt mutatja meg, hogy hány embernek tud segíteni, és ha úgy tetszik, hogy vesző, hány ember tud szolgálni. És valahol ennek nincs szavideje. Ez nem tud kimenni a divatból. Ennek nincs, hogy elértem ezt a szintet. Átrölöltem, megvan. És nyugdíjba vonulok. Mondom, egy ember igazi értékét. 3 diplomával, 10 diplomával, értem. Annyi milliót keresek, értem. Egy ember igazi értékét. Az mutatja meg, hogy hány emberre tud segíteni, hány ember tud szolgálni. És ebben az üzletben, barátom, ha még nem jöttél volna rá, te ezt teszed. Ezt teszed. Nem tudsz úgy sikeres lenni, hogy emberek, ahol te elmész, volt egy ilyen film, ahova elmegyek, ott fű nem terem. Ahol te elmész, ott egészségesebben élnek emberek, és vagy több pénzt keresnek. Nem tudsz úgy sikeres lenni, hogy hol itt, hol ott, vagy mind a kettő egyszerre, te nem működjön. És többek között ezért is szeretem ezt. Robi, akkor ha össze szeretném foglalni, akkor igazából vannak lejárati idő nélküli dolgok, például a Forever üzletépítés. Imádom hallgatni a lelkesedésed, a tüzet, ami belőled jön, kapunk is belőle, tovább is adjuk. Ha nagyon röviden, tényleg így búcsúzóul, mert hogy itt 4 pontos üzletársak vannak, és ugye vannak, akik sokkal több pontosak, és vannak olyanok, akik csak úgymond 4 pontosak. Ha egy rövid üzeneted még a végére lenne, vagy lehet, hogy mit üzensz azoknak, akik csak 4 pontosak? Mit tegyenek, honnan szerezzenek inspirációt, hogy tovább vigyék, hogy tovább lendüljenek, hogy sokkal több jár nekik, mint 4 pont, vagy 25 pont, vagy akár a menedzseri szint, vagy akár a gyémánt szint, ugye? Tehát, hogy te mit üzennél a saját embereidnek, mit üzensz a mi 4 pontosainknak,
Hogyan tovább? Mónika, mindenki, aki meg tud csinálni egy 4 pontot, ez egy kiváló edzőterem. Aki megcsinál 4 pontot, ő tud üzletet építeni. Abból a szempontból, hogy már biztos, hogy van terméktapasztalat, biztos, hogy már beszélt embereknek termékekről, tehát már kommunikált az üzletről, a szolgáltatásról, a cég szolgáltatásáról, már talán el is pattintott egy-két terméket, urombocsán van egy-két csatlakozója, stb. Tehát már te alapszinten tudod csinálni, már alapjáraton vagy, és beülsz bármilyen autóba, elfogyod a kulcsot, alapjáraton vagy. Tedd magad sebességbe. Tedd magad sebességbe. Más szóval, ha ezt te tudod csinálni, és tudod, gratulálok, akkor az azt jelenti, hogy hittel, hitelességgel, mind attitűd, mind technikai szempontból meg tudod tanítani, amit te tudsz. És ezt megtanítod 2-3 embernek, supervisor vagy. Ezt megtanítod azoknak az embereknek, akiket te megtanítottál a 4 pontra. Megtanítod, fókuszban tartod, és kontrollálod, hogy ők is megtanítsák ezeket, közben te új 4 pontosokat hozol be, és segíted őket. Maga az üzletépítés erről szól. De ti kicsiben ezt már megcsináltátok. Hogy mekkora okod van ezt nagyra építeni, az megint csak az, hogy mekkora célod, mekkora az álmod, mekkora vízió. És ezért fontos a rendezvény, ahol látsz olyan embereket, akik már elmentek azon az úton, ami előtte vagy. Ők, ahogy szoktam mondani, már tudják, mi van a kanyar után. És ha ezeket az embereket, ugye látod, mi van az út végén, ezeket az embereket te látod, akkor kell, hogy valami, és mindegy, hogy te csoportod egy felső vonalat, kell, hogy valamilyen hitet kapjál, hogy nem vagyok kevesebb, mint ők, és nem vagyok rosszabb, mint ők. Ha ők meg tudták csinálni, akkor én is. Eznek nagyon sokat fog jelenteni. És persze ott vannak az egyéni célok. Most persze lehetnek ilyen humán jellegű célok, amit az előbb utaltam, hogy embereknek segíteni, jó érzés. Néha már önzőnek érzem magamat, amikor megtartok egy bemutatót, azt hiszem, olyan jó érzem magam ettől. Persze, mondom, lesz eredménye anyagi szempontból is. Tehát nem lehet, nem, hogy ne legyen eredménye. De valóban ezt kell csinálni. Tehát maga az üzenet röviden, persze rövid, látod, megnyomtad a marketingot, röviden. Gratulálok a 4 pontos szinten, ezt tanítsd meg másoknak is ugyanezt. És folyamatosan még ez az alapunkát. That's all, mondja az orosz. Köszönjük szépen, Robi. Azt gondolom, hogy nagyon jó útravalót kaptunk, rengeteg tudást, rengeteg tüzet. Hú, hihetetlen, fantasztikus anyag lett. Nagyon sokáig fogjuk szerintem használni. Köszönöm, Robi, köszönöm az első igenedet, a második igenedet, a folyamatos igenre tett ígéretedet, mert ezt is jegyzem. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, és köszönöm, hogy az édesanyád születésnapjának az estéjét is hajlandó voltál velünk tölteni, és ránk szentelted ezt az időt, hogy taníts és tüzet inspirációt adj nekünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a megtisztelő meghívásodat, Mónika, és nagyon-nagyon jó helyen vagytok, és kövessétek Istvánt, és a felső vonalatokat, a szponzorotokat, dolgozzatok össze, nem vagytok egyedül ebben az ügyletben. Jó éjszakát, sziasztok! Nagyon-nagyon szépen köszönjük mi is, Robi, Mónika, fantasztikus volt, én egy csomó mindent jegyzeteltem menet közben, csak néhány kulcs mondatot, néhány kulcs szót, amit az ember nem akar elfelejteni, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon remek este volt. Robi, hálás szívvel köszönjük, menj, hagyjunk édesanyádra, és élvezzétek együtt még ezt a kis időt, vagy bárki is van ott még veled. Mónika, köszönöm, és örülök neki, hogy a Robit hívtad meg, annak ellenére, hogy ma is lett volna elfoglaltsága, és egyáltalán nem bánom, hogy nem akkor kellett a Robinak hajnal 2-kor velünk lennie, hanem most. Én ennek minden estől örülök. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és gratulálok mindenkinek. Most csináljátok egy nagy mosolyt, mert nem sokára csinálom a fotót.